tiszteletben, paptestvérek, kedves hívek! Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Az, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab, mert az ember mélységeibe szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, ösztönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyebb, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, kis állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azon sikerektől megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert életlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfit leépít és csinál velem őt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjak hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyomjatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozhatsz. Van tévé, autód, amiben bejössz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja a Szent Pál, van mit tennünk, és van tetőz, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte fel. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó szív azt jelenti, hogy én. Nem győzök erre a prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettő között. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy melyik Istennel vagy a kapcsolat. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy, tehát tudja, hogy mi a szeretet. A muhammedán Istene egy valaki. Az a pokol maga. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkoztatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban léve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudományt, ha szeretet nincs benne, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonba, hogy Istenhez menekült. Óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, ne mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztam el bemutatni a lelki atyámhoz. És ide vittünk imádkozni. Ezt kell. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első, ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is, az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra a pusztán. Most ezzel az eseményen úgy fölkent pap vagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak, hónapokra, csendben. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom én, egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen. Gibeonba ment, ahol a templom csöngyében, az éjszaka csöngyében
ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Tehát persze csak a héberben van, nem jó fordítja. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérek, az értelem követi az, ami a szívünkben van. Figyeld meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor most ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem beszélek. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt valami. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dölni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek. Hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor itt tudna beszélni. Vigyázz, az írástudók árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlik. És ezért kér, hogy adj nekem téged hallgató szívet. És mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. E sorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy, és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghal. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyelj ide. Azt mondja Salamon, hát akkor el kell osztani. Vágjuk ketté az élő kisgyereket. Egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelem, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljük. És íme kiderült az igazság. Ne öljük meg, legyen az övé. Erre fogta gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk először. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember. Csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlat. Mert a tévébe a mérgezés, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány. Hát szeretik egymást. Köszönöm. Köszönöm. Játsszák a házasság előtt. És katolikus keresztényeket jóvá hagyják. És mennyi minden. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi mise. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Ma az Európai Parlamentben ezt megkülönböztetjük? Nem. Hanem mire való az értelem?
hogy mi az olcsó, mi a drágább, mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb. Mi az, ami előnyömre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra. Mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz. Mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell. Mert igenis kell, hogy a betegnek tudja, hogy a kényelmesebb helyet adjon neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudja ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, mikor jönnek hozzánk a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek neki, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni. Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy állam ellennek is megkülönböztetni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom, mikor volt olyan állam ellenünk, aki ott áldozik a pasaréti templomban. Gondolkodj! Igen. Igen, testvéreim, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel. Hogy mi a bűn és mi az erő. Igen, mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedeknél az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs. Nem, mert ez el van kenve. Mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a pocsolyában. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istenbe. Az európai zsidóság is. Az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyeld meg, ha egy pillanatban nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat. Nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talált valaki, eladta mindenét, hogy megvegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy, anya, férfi vagy, nő vagy, gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtőn. De ugyanezt, mint a Szent Pál is a mai rómaiak azért levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak, akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult
mint a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobánban van templom. És a szenvedések keresztek alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden a jobbra vágyik. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem, az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem, az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó, Krisztus.